Üdvözlünk mindenkit! Ez itt az első vlog. Épp az ortobágy mellé tartunk, vagy hova. És nem egyedül vagyunk a kocsiban, mert hátul ül még két ember, mellettem Márk. Az egyik a b***ni. Várjál, már valami nem jó. Valahol ott hátul. A másik meg Juhász Kristóf, akit még látjuk. Hello. Is. De várjál, amúgy nem... Menjétek? Középsőt csatoljátok be. Jó, akkor mindjárt. Hát jó, csak nem látom. Nem látom, hogy... Na mi is a célunk? Na, Magyarország legsötétebb pontja, Barnék videója inspirált. És... Ja, most indultunk el Budapestről az M5-ön, most mentünk fel az M5-re pont. Ó, valami helyezés. És igen, hát egy 200 km innen. Szóval majd ott találkozunk, közben láthatok majd ilyen vágóképeket. Majd út közben. Mi? Ami mód, valami tudom. Meg valahol megállunk majd pisilni. Az már biztos. Ja. Na jó van, majd találkozunk, és majd közben már még itt okoskodik pár dolgot. Sziasztok! Ennyi volt. Itt vagyunk Szolnok mellett egy ÖMV-k úton, már meg is jött a képből, ott van Márk. Bocs. És megálltunk venni üdítőket, 400 forintok kezdődik, szóval megyünk tovább. Majd legközelebb a Tesco-tól jelentkezünk, szóval... Nem, egy Spártól. Ja, Spár Express tényleg. Igen, igen. Na, ugye Márk? Jó van. Aztán... Ja, a 87 tempomat, tökéletes. Ott leszünk hamar, ugye Márk? Jó van. Na, majd találkozunk. Sziasztok! Na gyerekek, ennyit látunk alapvetően, ez a fényszóró, ez a távolsági, semmi nem látszódik, itt vagyunk a legsötétebb ponton. Kertész-sziget mellett, szóval, ja, elég balaút, előbb átmentünk egy kis bagyon, de kerék közé vettük, nem halt meg, ne jegyetek meg. Na és itt vagyunk a horror faluban. Ó, egy kajt nagyon para. Ahogy esküszöm. Jaj, de beszartam, hogy nincs is közvilágítás, hogy mi a f***? Ne idegesíts. Ez a lényege. De ahogy ott van a T2 darab lámpa távolban. Komoly. Elnyomjuk a távolságot, lássatok valamit is. Na, hogy jelentkezünk, hogy odaértünk és kiszállunk. Sziasztok, ideértünk Magyarország legsötétebb pontjához. Itt van Kristóf is. Elég félelmetes, amúgy nagyon, tényleg semmi fény nincsen. Itt vagyunk a mező közepén. Ott van Kristóf is, meg a kis széke is, várjál. Mutassuk meg a nézőknek. Ott te hozott kis széket. Na mindegy, aztán most csinálunk pár képet, aztán valószínűleg megyünk tovább Debrecenbe, szóval már veszünk. Kedves egészséget. Danke. Na emberek, megjöttünk Debrecenbe, hajnali 3 óra van, és azért ezek a képen nincs itt a gimbal. És itt vagyunk mind a négyen, itt van Barbie is. Aztán, ja, mögöttünk van a Debrecen nevezetésége a református templom. Aztán most itt vagyunk a főtéren, és valószínűleg le fogunk ülni egy kicsit pihenni. Aztán 10 percben megyünk tovább.